Miután a közgyűlés szakmai testületei előzetesen már véleményezték, a Gazdasági és Város Stratégiai Bizottság hétfő délutáni rendkívüli ülésén tárgyalta meg az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervét. A testület egy kivételével valamennyi cég előterjesztését elfogadta. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft-nek azonban az áprilisi ülésre még ki kell egészítenie az üzleti tervét. A bizottsága beérkezett kérelmek alapján döntött az óvodafelújításokra felújításokra elkülönített forrás felhasználásáról, valamint az Elte Szavári Egyetemi Központ gépészmérnök képzésében résztvevő oktatók bérének és lakhatásának támogatásáról. A testület megállapította, hogy a szombathelyi kézilabdaklub és akadémia teljesítette az előírt feltételeket, így kifizethető számára az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatás.